Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyától, aki áldja és szentelje meg a mi bibliórákat az élő Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Biblióránk kezdetén énekeljük az énekeskönyvünk 305. énekét, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed mind a négy versét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged az esti csendért. Köszönjük néked mérhetetlen és végtelen szeretetedet, amellyel körülveszed életünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy tudjuk, hogy ott vagyunk a te atyai kezedben. És köszönjük néked, Urunk, hogy neked minden nap újra és újra van szavad hozzánk. Bocsásd meg, hogyha olyan sokszor nincs fülünk arra, hogy meghalljuk a te szavadat. Bocsásd meg, amikor csak rohanunk, és ebben a rohanásban talán elfelejtkezünk arról a szóról, amellyel keresed életünket, arról a szóról, amit meghallottunk,
de a világ zajában mindenről elfelejtkezünk. És most így érkeztünk meg a csendben, lábaid elé. Szeretnénk minden ránk nehezedő terhet és bűnt letenni kereszted alá, kérni és várni te tőled bűneinkre a bűnbocsánatot, és hagyj kérjünk téged, Urunk, hogy igéddel áldjál és szenteljél meg bennünket ezekben a pillanatokban is. Így légy jelen közöttünk, irgalmadból kérünk. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét. A mai napi Ószövetségi igeszakaszban a Zakariás könyve utolsó 14. fejezetéből. Íme eljön az Úr napja, amikor tőled szerzett zsákmányt szétosztják. Mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálem ellen, és megszállják a várost, kirabolják a házakat, meggyalázzák az asszonyokat. A város fele számkivetésbe megy, de a nép maradékát nem írtják ki a városból. Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, ahogyan harcolt azon a napon, a harc napján. Azon a napon az olajfák hegyére helyezi a lábát, amely Jeruzsálemmel szemben van, kelet felől. Az olajfák hegye pedig középen ketté válik kelet felé és nyugat felé, és igen nagy völgyé lesz, mert a hegy egyik fele észak felé, a másik fele pedig dél felé húzódik. Ti pedig meneküljetek az én hegyem völgyébe, mert a hegyek közötti völgy átszalig nyúlik. Úgy fussatok, ahogyan a földindulás elől futottatok Uzziának, Júda királyának napjaiban. Bizony eljő az Úr, az én Istenem, és vele együtt minden szentje. Azon a napon nem lesz világosság, a fénylő testek összezsugorodnak, de lesz egy különleges nap, amelyet csak az Úr ismer, nem lesz se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az este idején. Azon a napon élő víz fakad Jeruzsálemből, az egyik fele a keleti tenger felé, a másik pedig a nyugati tenger felé folyik, így lesz télen, nyáron. Az Úr lesz az egész föld királya. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen, és neve az egyetlen név. Az egész ország síksággá változik, Gebától Rimmónig, Jeruzsálemtől délre, Jeruzsálem pedig kimagaslik, és a maga helyén marad, Benyámin kapujától az első kapu helyéig, a szeglet kapuig, és a Hannanél tornyától a királyi borsajtóig. Lakni fognak benne, és nem éri többé pusztulás, biztonságban laknak Jeruzsálemben. Ez lesz a csapás, amellyel az Úr minden népet sújt, amely Jeruzsálem ellen hadat visel. Megrothad a húsuk, pedig még lábakon állnak, szemük is megrothad gödrében, nyelvük is megrothad a szájukban. Azon a napon az Úr nagy zűrzavart támaszt közöttük, úgyhogy mindenki a saját társának a kezét ragadja meg, és társának a keze ellen emeli föl kezét. Sőt, még Júda is harcolni fél Jeruzsálem ellen, és a körös körül lakó népek minden kincsét összegyűjtik, aranyat, ezüstöt és igen sok ruhát. Ugyanilyen csapás lesz a lovakon, összvéreken, tevéken, szamarakon, és mindenféle állaton, amelyek abban a táborban lesznek, amilyen az embereket érte. Akik pedig azután megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, esztendőről esztendőre mind fölmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátoros ünnepet. Ha pedig valamelyik nem megy föl a föld nemzetei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a seregek urának, arra nem hull eső. Ha az egyiptomi nemzet nem megy föl és nem jelenik meg, ő rájuk sem hull, hanem ugyanaz a csapás éri őket, amellyel az Úr azokat a népeket sújtja, amelyek nem mennek föl a sátoros ünnepet megünnepelni. Ez lesz Egyiptom büntetése,
és mindazoknak a népeknek a büntetés, akik nem mennek föl a sátoros ünnepet megünnepelni. Azon a napon a lovak csengettyűjén is az lesz az Úrnak szentelve. Az Úr házában még a fazekak is olyanok lesznek, mint az oltár előtt lévő medencék. Jeruzsálemben és Júdában minden fazekat a seregek urának szentelnek, és bárki, aki eljön és áldozni akar, választhat közülük, és főzhet azokban, és attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a seregek urának házában. Ebből a hosszabb ige szakaszból, a 14. fejezetből hallgassuk meg egy rövid mondatot a második versben. A nép maradékát nem írtják ki. Kedves testvérek, elérkeztünk a Zakariás könyvének a végéhez, és megvallom előttetek, hogy szerettem volna ezt a Zakariás könyvének ezt az utolsó 14. fejezetét kikerülni, és nagyon-nagyon kacérkodtam azzal, hogy úgy éreztem, hogy a Zakariás könyvének a folytatásában lehetne elkezdeni Malakiás könyvének a rövid 3 fejezetének a magyarázatát, és nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, hogy erre a mai bibliórára Malakiás könyvének az első fejezetét fogom hozni, de reggel Szeverényi János testvérünknek az egyik ige magyarázatát hallgattam, és a végén annyira az ő ige hirdetésének a hatás alá kerültem, hogy letettem Malakiás könyvéről. Úgy éreztem, hogy talán ismételtem volna drága testvéremnek a gondolatait, de minden esetre köszönöm az ő bizonyságtételét Malakiás 1-ről. Zakariásról, ahogyan a 3. fejezetben már bizonyságot tettem előttetek, csak csupán ismételni szeretném a könyvnek a végére. Erre a könyvre nagyon-nagyon sokan úgy tekintenek, hogy ez egy apokaliptikus könyv. Emlékeztet bennünket, és fogunk is majd igénk gondolataiban rámutatni a Jelenések könyvére. De talán ehhez hasonlít Dániel könyvének a 2. fele, de talán hasonlíthatjuk Ezékiel néhány részére is. Nevének is csodálatos a jelentése, és jó, hogyha nem felejtkezünk el erről. Így hangzik nevének jelentése, hogy Isten emlékezik. A nép már Babilonból úgymond hazaérkezett. Ennek a hazatérésnek valójában lelki okai voltak. Nagyon-nagyon sok pap jött el, és érkezett meg azért, hogy a templomot újjáépítsék. Meg is tettek mindent, hogy ez a újjáépítés, ez az újnak a megépítése, ez megvalósuljon, de sokkal szegényebb lett, mint az eredeti salamoni templom. A könyvét Zakariásnak, és biztos, hogy végigolvastátok, és napról napra, aki igét olvas, végig kellett, hogy olvassa a Zakariás könyvét, 2 részt tudunk talán kiemelni. Az egyik az, hogy a proféták helyét a papok veszik át, és innentől kezdve az Új Szövetség lapjaig már nincsenek proféták. Malakiás sem proféta a nevének a jelentése alapján. És a papok át fogják venni nem csak a profétáknak a szerepét, hanem a királyoknak is a szerepét, a vezető szerepet. Nem véletlenül történik az a 3. fejezetben a ruha cserénél, amikor Zakariás Jósuát koronázza meg. 500 év telik el Jézus eljöveteléig, és addig a papok vezetik Istennek a választott népét. Nehéz ez a 14. fejezet, de azt hiszem, hogyha akár a 9., vagy a 10., 11. és a következő fejezeteket kellett volna magyaráznom, akkor is nagyon-nagyon nehéz dolgom lett volna,
De nehéz a dolgom ezzel a 14. fejezettel is. Ezekben a 9. és következő fejezetekben már nincs megemlítve a jelenlegi helyzet, a templomot sem említi, Jósuáról se tudunk semmit sem, Zerubábelről sem, már Zakariásnak nincsenek látomásai, már Isten neve is megváltozik, már a seregek ura helyett csak Jakve áll. Könyvét olvasva, jó meglátni ebben az utolsó 14. fejezetben is, hogy mennyire irgalmas az Isten. Nem véletlenül emeltem ki ebből a 14. fejezetből a második verset, amely így hangzik. A második versnek egy rövid fél mondata, hogy a nép maradékát nem értják ki. A nép maradéka megmarad. Jó rácsodálkozni arra, hogyha a nép maradéka megmarad, akik jártak és elfogadták az Istennek a vezetését, jó látni és jó belekapaszkodni nekünk ma is abba, hogy Isten sohasem felejtkezik el az övéiről. Zakariás könyvében lehet felfedezni azt, hogy Isten még a 10 északi törzsről sem felejtkezik el. Ez a 10 északi törzs az, akik nem térnek vissza az asszír fogságból. Jó meglátni és jó hálásnak lenni azért, hogy Izrael ellenségei legyőzetnek. Isten egy darabig megengedi az ő győzelmüket, megengedi, hogy győzelemre arassanak, de egyszer ez lezáródik, és megszűnik Szíria, Tírus, Szidon, filiszteusok. Isten nem hagyta, és ezután sem fogja hagyni azt, hogy Jeruzsálem eltűnjék a föld színéről. Miért? Azért, mert Isten kegyelmes. Mert Isten a világ ura. Csodálatos, hogy ugyan ítéletes rész ez a 14. fejezet, és a 9. és következő fejezetek mind ítéletes fejezetek, de Zakariás mégis ezekben az ítéletes fejezetekben is tud beszélni a béke királyáról, aki Szamárháton közeledik Jeruzsálemhez. És tudjuk jól azt, hogyha előre tekintünk, és Zakariás távlatokba gondolkozott, tudott előre tekinteni, tudott előre nézni, hogy Jézus virágvasárnapon nem lóháton vonul be, hanem Szamárháton. Zeng a tömeg, a hozsánna. Vajon mit jelent ez a szó, hogy hozsánna? Szabadíts fel minket ma. Ezért ítélik keresztre, és ezért kiáltja a tömeg később, nagypénteken, hogy Barabás kell. Nem az a valaki, aki nem képes, vagy talán nem akar felszabadítani bennünket, hanem az a harcos Barabás. Zakariás arról is beszél, hogy a békesség fejedelme egy napon ítélni fog. Igazságot és békét hoz, és uralkodni fog. S így érkezzünk el a 3 gondolathoz. Rövid lesz ez a mai bizonyságtétel. 3 rövid gondolat. A békeállapot nem lesz tartós. Isten kegyelme felülkerekedik,
és az utolsó lehetőség. Judeában a békeállapot nem lesz tartós. Zakariás nagyon őszintén és nagyon nyíltan elmondja ezt. Isten üzenetét közvetíti, és mondja nagyon határozottan, hogy igen, lesz megpróbáltatás, igen, lesz nehézség, de valamire kéri és biztatja őket, hogy tartsanak ki, hogy legyenek türelmesek, hogy ne csüggedjenek el, hogy ne bánják meg a hazatérést, hogy minek kellett akkor ide visszajönni. Hogy ne nézzenek hátrafele, mert ebben a hátrafelé tekintésben az ember mindig a húsos fazekakat látja. Mindegy, hogy ott vertek Egyiptomban, mindegy, hogy porig aláztak, mindegy, hogy nem vettek emberszámba, de volt valami, és ez a valami a húsos fazék. Mert a múlt, a visszatekintésben a múlt megszépül. Nem ismerünk önmagunkra. Az Úr azt mondta nekünk, hogy azon az úton, amin jársz, lesznek buktatók, lesznek nehézségek, lesznek terhek, lesznek keresztek, lesznek megpróbáltatások. De minden napra Isten biztosít téged arról, és kér téged, hogy ne félj és ne rettegj. Talán azt mondja, hogy te is tarts ki. Tudj előre tekinteni, ne nézz hátra, ne fordulj hátra, ne állj meg. Ne kívánkozz vissza a régi óemberi életedbe. Ne kívánkozz vissza abba az életbe, amelyből az Isten kihozott és kimenekített téged. Merj előre tekinteni, mert az Úr sokkal, de sokkal többet ígér, mint amennyit elérhettek Káldeában és más országokban. És számodra is, és számomra is, Isten sokkal, de sokkal többet ígér, mint amennyit el tudsz érni itt, ezen a földön. Na de úgy, hogy el kell viselnem megpróbáltatást, úgy, hogy hordoznom kell a keresztemet, úgy, hogy az emberek talán megaláznak és lenéznek azért, mert Jézusról próbálok bizonyságot tenni. Igen, akkor is. Tarts ki. Nézz előre. Vagy mondjam így, nézz fel Jézusra. És mit tegyél ebben a kereszthordozásban? Alázkodj meg az Isten előtt. Péter első könyv 5. fejezetének a 6. verséből így szólít meg bennünket az ige. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Nem ma, és nem holnap. De lehet, hogy ma, és lehet, hogy holnap, annak idején. Isten az, aki biztatja a népet, hogy Isten az, aki harcolni fog a nép ellenségei ellen. Amikor eljön, az az óra, amikor az Úr fel fog lépni. És hányszor tapasztalta meg Izrael népe? Hányszor és hányszor tapasztaltuk meg mi magunk is, amikor talán úgy éreztük, hogy az Úr elfelejtkezett rólunk, és egyszer csak azt éreztük, hogy a teher, az iga leesett a vállunkról. Ami tegnap nehézség volt,
ma már nincs rajtunk, mert az Úr nem felejtkezik el rólunk sohasem. Igénk második gondolatában így fogalmaztam meg, Isten kegyelme felülkerekedik. Mikor? És itt is a Zakariási gondolat jelenik meg előttünk azon a napon. Azon a napon. Nem tudjuk, az első 8 fejezetben le van írva rendesen, hogy melyik hónapban, melyik évnek, melyik napján. 9. fejezettől nincsenek napok, csak az van, hogy azon a napon. Azon a napon élő víz fakad Jeruzsálemből. Mi a víz? Ézsaiás könyve 44. fejezetének 3. verséből. Mert vizet árasztok a szomjas földre, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet utódaidra, és áldásomat csemetéidre. Nem csodálatos biztatás? A víz az Isten szent lelke. Kiárasztja utódaidra, és áldásodat csemetéidre. Ezékiel könyve 36. fejezetének a 25. verse. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítalak titeket. Nem tudjuk tisztára mosni magunkat. Bármennyire is szeretnénk. De az Úr képes tisztára mosni bennünket. Vagy gondoljatok a olvasott jánosi igékre, nem olyan régen volt a samáriai asszonynak a története. János evangéliuma 4. fejezetének 1. és következő verseiben, amikor Jézus felkínálja önmagát, hogy én vagyok az élő víz, és a samáriai asszony, amikor összetör az Úr előtt, amikor rádöbben elveszett voltjára, akkor tudja kérni az élő vizet. És mi? Tudjuk kérni az élő vizet, hogy felüdítsen, hogy megtisztítson? Tud kérni az élő vizet. Igénk utolsó gondolatában felsóhajt a nép, meddig tart a megpróbáltatás. Jézus visszajöveteléig. Nem tudjuk, hogy mikor. Csak azt tudjuk, hogy egyszer Jézus visszajön. Ahogyan elment, ugyanúgy fog visszajönni. Az utolsó lehetőség, amelyben ma élünk. Az utolsó lehetőség egyetlen egy dologra, a megtérésre. Nem tudjuk, hogy mikor jön, de visszajön. Miért kell ezt az utolsó lehetőséget kihasználni? A megtérésre? Miért kell elfogadni Jézus Krisztust, talán éppen most, ezekben a pillanatokban? Azért, mert utána nehéz kimondani, de mégis ki kell mondani, mert utána ítélet. Mindnyájunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. Az utolsó
lehetőség. Ez volt igénk harmadik gondolata a megtérésre. És mi lesz utána? Hát a maradék, az megmarad. A maradék részt vesz a bárány mennyegzői vacsoráján. Jelenések könyve 19. fejezetéből hallgassátok meg a 7. és következő verseket. Örüljünk, újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője és felesége felkészült, és megadatott neki, hogy felöltözzék ragyogó, tiszta gyolcsba, mert a gyolcs a szentek igazságos tetteit jelenti. És ezt mondta nekem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Erről beszél Zakariás? Hát igen, erről. Zakariás beszél a lomsátrak ünnepéről. A nagy aratásnak az ünnepe. Ez az, amit nagyon-nagyon kevesen szoktak megtartani. A lomsátraknak az ünnepét. Amikor az emberek kint, nyitott sátorban töltik az éjszakájukat, azért, hogy lássák az eget, hogy visszaemlékezzenek arra, hogy hogyan hozta ki és hogyan vezette őket Isten a fogságból. A lomsátraknak a 8. napja valójában egy mennyegző. A lomsátraknak az ünnepének a 8. napján házasságkötés történik. Izrael népe a Tórával költ, úgymond, házasságot. És elkezdik olvasni Mózes első könyvének első fejezetéig, minden nap, míg elérkeznek az 5. Mózes 5. könyvének az utolsó fejezetéig. De a lomsátraknak a 8. napján mi nem a törvénnyel lépünk szövetségre, hanem a Messiással. Hanem a Messiással, Jézus Krisztussal. A bárány mennyegzőjére lennél hivatalos, ha kihasználnád életednek ezt az utolsó nagy lehetőségét, ha megtérnél, ha elfogadnád Jézus Krisztust. Csodálatos dolog, és milyen jó lenne veled együtt találkozni ott, a bárány mennyegzőjén, és dicsőíteni, és magasztalni életed győztes urát. Szeretnél ennek a királyi vendégségnek, ennek a bárány mennyegzőjének az egyik vendége lenni, az egyik résztvevője lenni? Szeretnél? Akkor egyetlen egy feladatod van, használd ki a számodra adott utolsó esélyt a megtérésre. Nem tudom, hogy amikor így végigolvastad, végig gondoltad a Zakariás könyvét, mi fogalmazódott meg benned, miben jutottál előre, de kérlek, hogyha végigolvastad, ne felejtkezz el az utolsó könyvről, Malakiáson. Tedd meg, olvasd el. Csodálatos könyv. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy ezzel az utolsó lehetőséggel keresed
a mi életünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy azért tart a kegyelmi idő, mert még mindig várod az elesettet, a bűnöst, a beteget, a kiszáradt, az elfáradt embert. Várod önmagadhoz. Köszönjük néked, Urunk, hogy te jó pásztorként elöl még, és köszönjük néked, hogy te vezetsz bennünket azon az úton, amelyen járnunk kell. Bocsásd meg, amikor ezen az úton mi olyan sokszor elfáradtunk és megálltunk. Bocsásd meg, amikor visszatekintettünk, vagy talán visszamentünk a régi életünkbe. Köszönjük néked, Urunk, hogyha ebben az állapotban is keresed az életünket. Segíts, ne csak előre tekinteni, hanem segíts felfelé nézni is. Kérünk téged, hogy légy gyülekezetünk őriző pásztora, ezután is hordozd életünket, irgalmadból kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek után az atyának kegyelme, a fiú szeretete és a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Záró éneknek énekeljük a 200. dicséretünknek mindegyik versét. 200. dicséretünknek mindegyik versét énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel!